Nyolc éve él egy négy tagú család ebben az ingatlanban úgy, hogy sem a bérleti jogviszony, sem a tulajdonjog nincs rendezve. Ezek után kereste meg Érpatak polgármestere a korábbi tulajdonosokat, hogy mint magánszemély megvásárolná a házat. Mint Orosz Mihály Zoltán mondja, ezzel a cselekedetével országos példát kíván állítani, hogy a kötelezettségek mindenkire vonatkozzanak, és hogy senki ne tartsa félelemben a jogos tulajdonosokat. Nagyon szomorú tapasztalat volt, hogy rögtön elindultak a, azokhoz a Régebbi jogos tulajdonosokhoz fenyegetőzve, úgymond terrorizálva őket, hogy miért adták el, miért engedik, hagy maradjon benne, és ezt mondom, ezt is vérlázítónak gondolom. Tehát ezeket ezeket az állapotokat, ezeket a viszonyokat az országban én azt mondom, hogy ezt sürgősen meg kell szüntetni. Tehát, hogy, tehát erre nem merjenek vetemedni emberek, hogy mondom, úgy szeretnek előnyökhöz jutni, hogy terrort és fenyegetőzést alkalmaznak. Az érintett ingatlanból a felszólítás ellenére sem költöztek ki a lakók. Jelen esetben a magánperes eljárás miatt került sor a tárgyalásra. Ugyanakkor nem csak a Szabolcsi településen fordul elő ilyen jelenség. Nemrég a Miskolci önkormányzatnak kellett kiköltöztetnie a város tulajdonában lévő lakásokból az illegális lakókat. Ilyen esetekben a jegyző is élhet a bírósági kérelem beadásával, amely ha megfelel a felsorolt követelményeknek a beérkezés kö követő öt napon belül az igazságszolgáltatás nem peres eljárásban meghozza a végzést. Pár éve az alkotmánybíróságnál kezdeményezték egyes civil szervezetek, hogy a kilakoltatott önkényes lakásfoglalók feje felé az állam biztosítson fedelet, ám a testület ezt elutasítva úgy fogalmazott, a tulajdonjogvédelme fontosabb a szociális biztonsághoz való jognál.